minden tradicionális tanítás a leghatározottabban tételezi a Kali-yuga valóságát, a sötét korszaknak egy előre haladott voltát, és azt, hogy az embernek a szellemmel, Istennel, önmagával való viszonya alapjaiban meglazult, és az ember transzcendens eredetétől lényegesen és lényegileg eltávolodott. A metafizikai megvalósítás lehetőségei döntően megnehezettek, tehát egyre nehezebb a középpontba, a lét középpontjába, a tudat középpontjába, önmaga középpontjába eljutni. De ez a lehetőség teljesen, sohasem zárulhat le. Legfeljebb a feltételei nehezednek meg, súlyosodnak annyira olyanná, hogy voltak éppeni effektív megoldások, bár nem kerülhetnek az egyes emberek is. Teljes ellehetetlenülése az embernek még a Kali-yuga végén sem lesz, tehát nem lesz olyan, hogy egyetlen ember sem tud, mondjuk így, önmagához el. Az, hogy a világban mit lehet tenni a Kali-yuga ilyen előre haladott állapotában, az egy ettől bizonyos mértékig elkülöníthető kérdés. Az aranykortól napjainkig egy olyan elsötétedési folyamat megy végbe, amelyet úgy is jellemezni lehet, hogy a tradicionalitás a világból mintegy kibúg. A tradicionalitás lényege, vagyis maga a metafizika, a létesüléssel együtt, mondjuk úgy, a világ létrejöttével, keletkezésével együtt jelent meg, mint ennek a tudása, mint az eredetnek, mint a kezdetnek, mint a kezdettelennek a tudása, mint a természet feletti és a természet viszonyának a tudása. Az aranykor ennek a tudásnak messze több, mint amit ma racionális vagy akár racionalitás feletti tudásként egyáltalán értelmezni lehet. Ennek a tudásnak nem csak a jelenlétét, hanem az uralmát jelentette. Amikor a tradíció uralkodott. Amikor a tradíció uralkodott, olyan intenzív áthatottsága volt a földi emberi világnak, az égi emberi világtól, hogy a különbség elenyészett, szinte mindenki királyi dignitást birtokolt. Volt olyan időszak, amikor úgy szólván mindenki királynak volt tekinthető, és ebből az állapotból történt egy olyan alászállás, amely a gyökerektől való elvágottságnak, a gyökerektől való elszakadásnak, az eredet tudat elvesztésének, a kezdet tudat még inkább való elveszítésének és a kezdettelenség teljes elhomályosodásának. A tradicionalitás uralma a Kali-yuga végére nem csak megszűnik, hanem a tradicionalitás uralmát az antitradicionalitás uralma váltja fel. Az antitradicionalitás normálisan nem tud uralkodni, mert principiumaiban uralom ellenes, kezdet ellenes. Az arché görögül egyszerre jelent kezdetet is és uralmat is. Tehát kezdet ellenesség és uralom ellenesség. Az antitradíció uralma tulajdonképpen nem uralom. A
hatalom vitorlását jelenti, de a hatalomból is kizárólag annak legalacsonyabb formációit, megnyilvánulásait, vagyis tulajdonképpen az erőt, és főképpen az erőszakot jelenti az, amit egyáltalán az antitradíció valamilyen mértékben birtokba tud venni. Tehát normális uralma nem lehet az antitradíció. Mindazonáltal az antitradíció meghatározó erővel nyilatkozik meg a világ. Mindenben. A szűkebb értelemben vett emberi tudatban, az emberi lelkületben, az ember szellemi megnyilvánulásaiban, tetteiben, alkotásaiban, produktumaiban, épp úgy jelen van, mint hogy a természeti folyamatokban jelen van, ahogyan az embert körülvevő világban jelen van, az épületekben jelen van, a zenében jelen van, a művészeti irányzatok különböző megnyilatkozásaiban jelen van. Tehát egyáltalán mindenütt, kívül, belül, bárhova tekintenek, mindenütt. Egy olyan világ veszi körül az embert, és egy olyan világ uralkodik az emberen belül, amely az antitradicionalitás jegyében áll, vagyis az önmagától való elszakadottság jegyében, az Istentől való elszakadottság jegyében, az égtől, a mennytől, a transzcendenciától, a lényektől, a magasabb rendűségtől való elszakadottság jegyében. Lehet-e ilyen körülmények között a világban valamit tenni? De egy kicsit mélyítsük el, hogy lehet-e ilyen körülmények között a világban érdemben valamit tenni? Hát nyilvánvaló, hogy az antitradicionalitás világát földi és emberi eszközökkel a tradicionalitás világává nem lehet átváltoztatni. Tehát ilyen visszaváltoztatás, vissza vagy előre mutató átváltoztatás nem lehetséges. Vannak olyan erők, amelyek az egész nagy korszaknak, amelynek az utolsó tagja akarjukat, a lefuttatására irány. Ezekbe a folyamatokba kétféle módon lehet bekapcsolódni. Az egyik az, ahogyan ezekbe a sötétség erői bekapcsolódnak, és az amúgy is hanyatló világot még fokozottabban a hanyatlásba, a széthullásba, a szubverzióba, az alászállásba viszik. Ezek a történelemnek a sötét háttér erőivel kapcsolatosak, és ugyanakkor be lehet kapcsolódni ezekbe a folyamatokba úgy, hogy a tendencia szintén a korszak lefuttatására irányul, akár a meggyorsított lefuttatására, viszont a fundamentális szellemi értékeket megőrizve, egy radikális erejű akciósorozaton keresztül megőrizve az örök érvényű értékeket. Ez egy átmentést jelent. Nem tárgyi értelemben, hanem principiumok értelmében való átmentést jelent, a korszakok felett egy új generálódás, egy új teremtés, egy új létesülés irányába, ami egy új hatalmas ciklust hoz létre, amelynek az első négyes tagozata ismét aranykori. Az aranykor építés a szintézis egyetlen lehetőség.
látványosan sokat most már alig lehet tenni pozitív. Nem látványosan, hanem a belső terrénumokat érintve is keveset és nehezen lehet tenni, de nem jelenti ez azt, hogy ne lehetne semmit sem tenni. És azt sem jelenti, hogy ne lehetne semmit érdemben tenni. Tehát érdemben is még lehet tenni valamit. Érdemben is lehet tenni valamit elsőrendűen. Felmutatni, megmenteni és felmutatni az örök érvényű értékeket. Felmutatni azokat az akciókat, azokat a személyes tetteket, személyekhez kötő életműveket, amelyek szintén egy megtartás, egy restauráció értelmében nyilatkoznak. Julius Evola világosan kimondja, hogy ha egy pozitív értelemben vett restaurációt próbál valaki végrehajtani, lehet, hogy az derül ki, hogy nem tud végrehajtani semmit. De közben olyan erők kelnek életre, esetleg csak személyhez kötött, esetleg szélesebb körben, amelyek során kiderül, hogy ez a belső művelet nem volt felesleges. Akkor sem, ha azokhoz a külső eredményekhez nem vezet, amire ez irány. Tehát egy restaurációs kísérlet akkor is jogosult szellemileg, ha a restauráció véghezvitele képtelenség. Mert az is egy olyan szellemi mozgást hoz létre, amelynek felülről vezérelten, de ugyanakkor alulról felfelé irányuló értéke, spirituális értelemben vett többlet, tehát létrehozó értéke, szellemi szempontból, szellemi uralmat növekvő. Tehát nem azért kell valamit tenni, egyáltalán valaki valamilyen irányban tesz, mert annak különösen nagy esélye. Tehát ha valaki konjunktúra kutatás alapján próbálna itt teljesíteni, akkor semmiképpen nem ezeket választani. Ezek a világnak nem az esélyes formációi. Hanem az eltűnőben levő formációi. De amikor egyik irányban gyorsítjuk a korszak lefutását, a másik irányban pedig megőrzünk és visszatartunk. Megőrizzük mindenek előtt azokat a tudati erőket, amelyekkel még rendelkezni lehet. Mindenek előtt ezt. Mert különben semmi más megmentés el sem lenne képzelhető. Tehát visszatartjuk, mint egy önmagunkat, élesbe állítva önmagamat, egyes szem első személyben fogalmazva, ez egy visszatartás. Vagyis átengedni a korszak felőrlő erőinek mindent, ami a felőrlés szolgálatában állt. Vagyis, hogy a korszak felőrlő erői elsősorban a korszak felőrlő erőit őröljék.
és amit semmiképpen ne őröljön fel, az a mi tudatunk élesre állítva az az én. Ez az, ami kikezdhetetlen. És kikezdhetetlen az, amit a mi tudatunk, az én tudatom perenniális értékűnek nyilvánít. A perennis, a perennialitás azt jelenti, hogy az időtlen örökké valóság időbeli lenyomata. Benne van a mulandóság körében, de a mulandóság körében egy rabolhatatlanságot reprezentál. Az örök érvényt. És amit tudatilag örök érvényűnek nyilvánítunk, nyilvánítok, annak is meg kell maradnia. De nem magától marad meg, hanem azért, mert létben tartom. Tehát először önmagamat nem adom át a korszak lefutási erőinek, de nagyon szívesen odaadom, ami magához, a korszakhoz kapcsolódik. Önmagamat azonban nem. És azt, hogy teljesen érték feletti értelemben értéknek nyilvánítok, azt sem adom oda. Azt is visszatartom, megtartom. Az aranykort akarom megvalósítani. Tehát kooperálok a lefutási erőkkel, de az értékek visszatartása. A sötétség erői kollaborálnak a Kali Yuga erőivel, és a Kali Yuga erőivel el akarják pusztítani a perenniális értékeket. Ebben különbözik az antitradíció erőitől alapvetően az, amit itt mi képviselni tudunk. Amit ma a világban lehet tenni, például akár politikai vagy társadalmi síkon, annak egy olyan pozícióból kell kiindulnia, mint a repatóriteri átszóval. Ez a szó önmagában két sajátos. Az a beta politeia és meta politeia. Beta a politeia. Ebből az következik, hogy a metapoliticitás pozíciójából két felé lehet nyitni. A politicitás felé, a politicitás felé és az apoliticitás felé. Mind a kettő legitim. De mind a kettő, ezek közül bármelyik, csak akkor legíti a metapoliticitás pozíciójából van indítva. Tehát azt lehet mondani, hogy a politikai indítatású politika csak negatív lehet. Kizárólag a politika felett
oktatású politika, politikát tágabban értem egyébként ebben az értelemben, mint ahogy ezt nem tudom használni. Csak ennek lehet érteni. De mondhatjuk így, hogy az apoliticitásnak is csak akkor van jogosultsága, ha szintén ilyen pozícióban tudjuk. Valamelyiket előtérben kell helyezni az aktuális emberi egzisztencia szempontjából, vagy az egyiket a másik. A kontemplatív emberi életvezetés a sötét korszakban valamilyen szempontból, méghozzá éppen a leglényegesebb szempontból elengedhetett. Tehát elmélyülésre való képtelenség, az minden tekintetben való képtelenség. Tehát jogosult egy olyan emberi magatartás, amely az elmélyültségen és elmélyülésen kívül mást nem akar. De jogosult az az emberi magatartás is, amely az elmélyülés mellett olyan műveleteket is végre akar hajtani a világban, amely a műveletek a világban valamilyen transzmutációra irány. Vegyünk egy hasonlatot az alkímia. Az alkímia lényegileg az ember és a világ és a tudat metafizikaivá való átalakítását jelölte meg célként. A végső cél a középpont körüli állapotot aranynak nevezte. Ez egy szimbolikus. Aranynak vagy napnak. Ugyanekkor az alkímiai benső megvalósítási utat bizonyos rítusok kísérték. Úgynevezett külső rítusok. Ezek a külső rítusok például fém átalakítási szertartások és műveletek. Tehát egy belső realizációt a külső világban fém transzmutációk kísérték. Ez szellis rítus volt, rítus sokkal több, mint szertartás, de mondjuk szertartás is, és operáció. Viszont eredeti értelmében. Amikor az operációt és a lábolációt élesen megkülönböztették az operációit. Lehetséges olyan emberi út, amely a benső tökéletesség elérésére irányul, és aminek a kísérő rítusa a világ társadalmi, és mondhatjuk így, hogy politikai arculatának a transzmutáció. Itt elsősorban ne egyes emberekre gondoljunk, hanem ennek, amit most mondtam, hogy az esszenciális, a lényegi hátterére. És ez egyszer s mint azt is kifejezi, hogy az aranykor restaurációjára irányuló műveletek függetlenül a hogy a restauráció fenomenikusan a látványa, tapasztalatóság szintje nem fog végbe menni, mégis adekvát kísérője lesz egy internális, tehát a legbenső bensőségre vonatkozó, egy internális, transzmutáció vonatkozásában.
tradicionális világ megfelel az aranykor. Az aranykor megfelel, nem tökéletesen, visznék, megfelel a teremtés legmagasabb kisugárzó emanatív. Ahonnan ez az emanáció kiindul, az megfelel a nap és arany állapotnak, vagyis megfelel a közvetlen középpont körüliségnek, a közvetlen cirkumcentralitásnak. És végül mindez abszolút. A világ miensége, a földi emberi világ miensége kifejezi a legbensőbb, vagy olyan értelemben legbensőbb, ahol a benső és a külső között nincs is különbség. Tehát ebben az értelemben a legbenső valóságot, annak nyugalmi helyzetét, és a megromlás a külső világban pedig kifejezi a középponttól való egyre inkább végbe menő elszakadást, az összezavarodást. Lelkis, emberi lelki szellemi struktúrában végbe menő szűkebb értelemben tudatizat. Ezek között összefüggés. És összefüggés van többféle módon. Az eredés és létesülés vonalán is, és a külső létezők egymásra hatásának a vonalán is. A megzavart és felforgatott társadalmak és a felforgatott lelki szellemek lényegi összefüggés és a létesültek egymásra hatásából következő összefüggések tekintetében is. Ahogyan egy organizmust, vagyis egy élő szervezetet nem lehet szétszedni és a részeket összedobálva azt mondani, hogy ez egy egységet mond. Az eredeti társadalom és az eredeti állam élő szervezetként élete volt, és ez az élet felettiségből nyerte erőit és rendezettségét. És akkor belépett egy erő, amely elpusztította ezt az élő szervezetet, az életnek utolsó reflexzerű maradványai talán valamilyen értelemben reziduálisan még megmutatkoztak. Ez a szétszabdalt, összebagdalt élő szervezetet azután, mint egy összerakták, és az összerakási folyamat állandóan végre megy. Teljesen párhuzamosan a folyton és folyton megismétlődő pusztítással, de úgy, hogy ennek az élő szervezetnek, az élő szervezet számára megfelelő tagoltsága megszűnt. Ez a tagoltság egy hierarchikus rendeződöttségben, rendezettségben fejeződött ki. Amelyben megmutatkozott a horizontalitással szimbolizálható rend és a vertikalitással szimbolizálható rend,
és ez utóbbi a létbeli rangoknak a rendjét fűzte ki. A létezők nem csak különböznek egymástól, hanem a létezőknek különböző létbeli rangjuk. És a lerombolt tradicionális világ helyén a magasabb létbeli rang, ez az egyetlen következetesség ebben, mindig alsó helyzetbe kerül. Tehát mindannak van valamiféle értéke, amely a hierarchikus rend megőrzésére vagy fenntartására irányult, és mindennek megvan az értéke a fenntartás értelmében, az, amit fenntartunk valóban szellemi. Még akkor is ez a szellemiség elhalványul, még akkor is ez a szellemiség a valódi szellemiséghez képest kiüresedik, csak akkor nincs jogosultság, hogyha önön eredeti rendeltetésszerű funkcióinak ellenére fordul. Például olyan szellemiknek nevezett műveletek elvégzése, vagy a buddhista vonatkozásban mantrák, úgynevezett mantrák ismétlése, hogy közben a tudat nem éberebbé válik, hanem tagadóbbá. Itt ezen a fokon szűnik meg a fenntarthatóságok jogosultsága. Egyébként fenn kell tartani még azt is, ami az eredeti állapothoz képest jelentékeny módon deformálódott. Ismétlen, ha csak nem fordult önök rendeltetésének ellenének. Tehát tökéletes formákat restaurálni már nem lehet. Tehát prehisztorikus állapotoknak a restaurálása már egy utánzás értelmében sem vihetünk ezt. A középkorig még bizonyos mértékig visszatudni. Bizonyos mértékig visszatudni menni, legalábbis annyira, hogy mintákat, paradigmákat keressünk a középkorban, amelyek bizonyos restauratív műveletek esetén irányadó értékek. Ez az, amit még meglátunk. Nyilvánvaló, hogy az új és legújabb kornak korábbi állapotai is általában pozitív értékűek érvényűek. De például a társadalom tekintetében tudjuk, hogy mind a szocialisztikus, mind a kapitalisztikus gazdasági társadalmi berendezkedés radikálisan antitradicionális. Tehát egy szellemi ember sohasem törekedhet arra, hogy egy szocialista társadalom valósulja meg, hogy kommunistáról is beszél. Szocialista társadalom valósulja meg, de arra sem törekedhet, hogy egy kapitalisztikus, liberális, demokratikus struktúra jöjjön létre. A feudalizmushoz kell visszanyúlni. Méghozzá a feudalizmusnak in floribus állapotához. Ahhoz az állapothoz, amikor a pénzgazdálkodás még nem hatalmasodott el, megvolt persze, de nem hatalmasodott. Tehát az eredeti értelemben vett feudalitáshoz. Az eredeti értelemben vett feudalitáshoz, amit leginkább a birtokokon keresztül lehet illusztrálni,
induljunk ki a Földből ilyen módon. Minden Föld az égé, vagyis Istené, vagy az Istenségé, vagy az Isteneké. A természet feletti valóság. Föld az ég, a mennyföld. Isten Földet, mint az ég alsó mását és bükörképét, Istentől a király kapja. Emberi relációban minden a királyé, az uralkodó. Az uralkodó azonban nem csak alattvalókat ismer, hanem uralkodói kvalifikációi alattvalókat is. A feudumok urait. Ezeknek adja a Földet. A királynak nem kapitalisztikus értelmében véve magántulajdona a Föld, és a feudum urának a földje, mert azt ő megkapta, nem lesz korlátlanul az övé, és kapitalisztikus értelemben még egyáltalán lesz az övé. Ő továbbadja végül is egészen a jobbágyokig elmenően, a jobbágy telkekig elmenően. Az a föld a jobbágyé volt, bizonyos értelemben feltétlenül. Az a föld a feudum uráé volt, bizonyos és magasabb tekintetben. Az a föld a királyé volt, igen, mert Isten tudott. Itt tulajdon jogi hierarchiák vannak, de egyetlen fokozat sem olyan értelemben birtokol valamit, amit kapitalisztikus birtoklásnak lehet nevezni. 1842-ig Magyarországon földet senki nem vett. Hiába gyűjtött össze akármennyi földet, nem vehetett földet. El sem adhatott senki földet. Nem volt földszerzési jog. Földet csak a királytól lehetett kapni, illetőleg földet jobbágy státusban, feudum. Az az értelemben vett birtoklás, ami később teljesen mindegy, hogy államkapitalisztikus, vagy magánkapitalisztikus, vagy részvénytársasági kapitalisztikus, vagy bármilyen értelemben a tulajdont jelent, és ma sajnos az ekkora gyerek már kapitalisztikus értelemben birtokol valamit, úgy éli meg, hogy azzal ő bármit tehet. Földi értelemben bármit, csak a király tehet. Mert a király az eget reprezentálta. Az uralmat és az isteni jelenlétet reprezentálta. Ezért volt minden föld a király. És ezért volt valamilyen értelme mindenki a király jobbágy. Tehát az országok bárói, valamikor más jelentettem a fogalom, mint később, és bizonyos tekintetben a királyok meg. De azért ők az ország bárói is voltak egyszer s mindig. Tehát egy restaurációs törekvés, mérhetetlenül kevés sikerrel, például először arra irányulhat, hogy ezt tudatosítsák. Hogy mit jelent a tulajdonjog hierarchia? Hogy a birtoklásnak milyen formái lehetnek? Milyen értelemben birtokolhat valaki? És mi az, ami legitim, és mi az, ami illegitim birtoklás? Illegitim birtoklás, vagyis birtorlás.
egy földterületet az is vitorol, aki a szabályszerűen megvette. A szabályszerűen megvette. A területeket csak abban az értelemben lehet birtokolni, hogyha az feudumként adomány. Ez felel meg a világban, a társadalomban, a gazdaságban, a tradicionalitásban minden felülről rendeződik. Ma pedig, ha valaki azt mondja, hogy nem alulról kell a dolgoknak szerveződnie, akkor azt gondolják, hogy ez, aki ezt kimondja, ez nem normális. És a felülről való szerveződést ráadásul további torzulás, a felülről az egy hivatalt jelent. Felülről az az, hogy a helyi önkormányzatból indul ki. Jobb, hogyha nem onnan indul, de miért, ha miért az fel? Miért van felül? A vertikummal magasabb rendűt jelölünk ki. És ilyen szempont egyáltalán nincs. Felül azt jelenti, hogy szupremáciát birtokol, szellemi szupremáciát, vagyis valódi fensőbbséget. Ennek így kell egymásból fensőbbség, milyen fensőbbség, szellemi és valóságos. Első fog, második fog a szupremácia, uralkodóként, uralomként jelenik meg. Az uralom azt jelenti, hogy hatalmad birtokol. Ha nincs valóságos szupremácia, vagy szupremácia nincs, akkor nincs igazi uralom. Ha nincs igazi uralom, akkor a hatalom csak vitorolt hatalom lehet, és ráadásul csak töredékes, mert az erőszakon kívül semmi más nem tart kézben. Tehát a hatalom egy megcsonkított, lényegétől megfosztott és bitorolható. Nem ez jelenti a fejlőséget. És nem ez jelenti a felülről létrejöttet. Alulról szerveződés. Ezt ma már úgy lehet hallani minden sajtó, a rádió, alulról, mint ez a világ legtöbb magától értetődő. Az alulról szerveződésnek nem a kormány által való szervezettség az ellentéte, hanem a felülről szervezettség. A világ is így jött létre, felülről, Isten irányába. Vagy a személytelen istenség irányából, a transzcendentále irányából. Istent nem választják a teremtőinek maguk közül. És Isten reprezentánsát sem lehet ilyen értelemben választani. Ahol választás volt, a uralkodói személyiségek, személyes fölötti személyiségek választottak. Ilyenek volt, hogy mondjuk a német-római császárságban a választó fejedelmek. Ezek mind uralkodók voltak. Ezek így valóban választhatnak. Dinasztiák tagjai közül választottak.
királyi patriciusok is választhatnak királyt Rómában. Romulus földről való eltávozása. De a nép nem választhat királyt. Az olyan, mintha a teremtmények választanák istenné. A teremtmények egyikét. Hol választás van, ott csak istenek választhatnak, hogy Isten, istenek közül. Értelme is nincs jogosítása. A nép nem egyenrangú a király. Nem csak a démosz nem egyenrangú, hanem az etnosz sem. És már több ízben felhívtam a figyelmet arra, hogy a dinasztia az önmagában egy etnosznak felel meg. És a dinasztiákhoz tartozók nem az etnoszhoz tartozók. Vagyis a Turul dinasztia tagjai nem magyarok voltak, hanem turulok. A Hohenstaufen dinasztia tagjai nem németek voltak, hanem Hohenstaufen. És így. Ezek egészen más jelentek. Aki azt gondolja, hogy közönségesen, ahhoz az etnoszhoz kell tartoznia, amely fölött uralkodik, az nem érti a tradicionális elveket. Tehát arra kell törekedni, hogy egy középkori karakterű restaurációt hozzunk létre. Ez a cél. Nem csak az a cél, hogy egy középkori karakterű restauráció megvalósuljon, hanem az is, hogy törekedjünk vele. És ha nem valósul meg, akkor valósulja meg a törekvés, és a törekvést tagozódjék be egy szellemi transzformáció folyamat.